No, akkor még egyszer jó estét kívánok mindenkinek, tisztelettel üdvözlök minden érdeklődőt, és szeretettel köszöntjük Csongászuni Mapátot, aki negyedszer is ide látogatott Székelyudvarhelyre, a Székelyudvarhelyi Zenközösség meghívására. Ezt a nevet szeretném, hogyha megjegyeznétek, a Székelyudvarhelyi Zenközösség nevet. Még lesz szó róla. Egy pár szót mondanék magamról, mert nem vagyok székelyudvarhelyi. Endre a nevem. Annyi közön van a székelyudvarhelyhez, hogy a székelyudvarhelyi közösségben gyakorlok. Örülünk, hogy itt sikerült meghonosítani valamilyen szinten, megragadnia ennek a hagyománynak, ennek a tanításnak Csongászunim jóvoltából, és ezt próbáljuk hetente egyszer közösen gyakorolni. Elmondanék egy pár személyes tapasztalatot, személyes sztorit, hogy hogyan kerültem én ezzel kapcsolatba, ugyanis nagy okosságot nem tudok mondani, mivel kevés a tapasztalásom, kevés a gyakorlás még. Tehát igazából a történet az nagyon rég kezdődött, nagyjából 25 évvel ezelőtt elkezdtem keresgélni, nem is tudom mit, igazán nem tudom mit. Egy valami belső igény késztetett arra, hogy minden körülöttem fellelhető szellemi irányzatban próbáljak egyfajta megnyugvást, nem tudom megfogalmazni, mit keressek. Lassan elsodródtam a buddhizmus környékére, gyakoroltam egy más hagyományban is, és nem találtam magamat, nem találtam. Valahogy úgy éreztem, mintha hogy a prézlis hús helyett homokba sütött bécsi szeletet ettem volna. Nem az volt, amit szerettem volna. És ugye ez elég sokszor szokott Csongászunin beszélni arról, hogy ha felkészültek vagyunk, és megfelelően nyitottak, és megfelelő elszántság van bennünk, akkor egy adott pillanat megjelenik a tanító. Hát valahogy így jelentő meg előző tapasztalataim után, szintén elég híres lámákkal sikerült összeismerkednem, de ezek után, ahogy ő megjelent a legelső székelyudvarhelyi előadást, mikor megtartotta, egyszerűen úgy éreztem, hogy itt kell egy kicsikét még ásni, meg kell próbálni, ha nem is összehasonlítást végezni, de meg kell próbálni nyitott szívvel tapasztalni ezt az élményt, az ő jelenlétét és azt, amit ő adni tud nekünk. Természetesen ez elhatározás az első alkalom után elhalványult, és tovább haladt az élet, addig, amíg megint egyszer egy olyan igény lépett fel, hogy most el fogok menni a templomba, a Pilisbe, az eredeti fénytemplomba, és kipróbálom magamat. Nem tudtam, mit fogok kipróbálni, semmit nem tudtam a templomról, se a szabályzatot, semmit nem olvastam el. Egyszerűen elmentem oda. És akkor indult el valami, ami úgy érzem, hogy most a jelen állapotban úgy materializálódik, hogy azt érzem, hogy 25 év keresés után megérkeztem, hazajöttem, tehát nem akarok keresni többet. Nagyjából ennyit bevezetőnek rólam. Egy pár történetet szeretnék elmondani, ahogy apró felismerésekként nyílik fel a szemem, és egyre érzékenyebbé válok a tanítás iránt. A legelső udvarhelyi dharma beszéd él egyik legelevenebben bennem. Valószínű, itt a hallgatóságból sokan voltak, sokan részt vettek. Az egyik legérdekesebb tapasztalatom, amit nagyon furán éltem akkor meg, többször átgondoltam, amíg ma úgy érzem, hogy egy picit másképp látom, az volt, mikor egy fiatalember
felállt, és egyszerűen, direkten én olvasatomban pimaszul azt kérdezte az apától, hogy miért jöttél ide. Nekem kész megdermedt a levegő. Azt hittem, hogy ez most egy átjárhatatlan helyzet. És lepattant az apátról a kérdés, ugyanúgy visszacsorgott a kérdezőre. Én nem értettem akkor semmit ebből az egészből. Utólag próbálom kihámozni belőle a számomra értékes gondolatokat. Viszont az egyik legérdekesebb hozadéka ennek a kérdésnek, ennek a szituációnak az volt, hogy megértettem, hogy fel kell tennem magamnak ezt a kérdést. Miért jöttem ide? Mit keresek itt? És azt hiszem, hogy érdekes lenne kísérletezni vele, hogy mindenki tegye fel magának. Miért jött ide? Egyáltalán mit akar? Mit keres? Kit keres? Miért van itt? Tehát ez egy olyan kérdés, ami egy lavinát indít el. Legalábbis bennem egy lavinát indított el. Tényleg mit keresek? Megoldást keresek valamire? A megoldatlanságaimra? Mágiát, csodavárást remélek? Vagy valaki kihúz valahonnan, ahol nem érzem jól magamat? Egyáltalán mit akarok? És így tovább. Erre két alternatíva válasz kínálkozik az én olvasatomban. Az egyik jól bevált zen buddhista válasz, hogy fogalmam sincs, nem tudom. És ezzel le van zárva, de egy picit azért tovább is lehet gondolni ezt a dolgot, hogyan próbálok, vagy akár próbálunk a közösségben közelebb kerülni magunkhoz, megismerni magunkat. Hát ezek mind olyan fogalmak, ami elég rongyosak, mert nem igazán tudják kifejezni, hogy mi is zajlik egy ilyen helyzetben. Tehát ez egy olyan szituáció volt, ami utólag is, akkor is furcsán éltem meg, utólag is mindig visszatér, mindig újabb és újabb válaszokat, gondolatokat generál bennem. Egy másik ilyen sztori, ami elgondolkodtatott, az ugyanakkor történt. Én már említettem, hogy különféle buddhista és nem buddhista tapasztalatokkal jöttem az első találkozásra, és jöttem mind a kisokos vagy nagyokos, egy ekkora lappal, teleírva kérdéssel, majd aztán én megmondom, megkérdezem. És olvastam is rendesen a kérdéseket, ha valaki emlékszik, akkor úgy jó sokat volt a mikrofon nálam. És hát fárasztottam az apátot, úgy gondoltam én, de ugyanúgy visszaesett rám a saját oktondiságom, vagy én úgy hittem, hogy okosságom, visszahult rám egy olyan mozdulattal, egy olyan gesztusával az apátnak, ami továbbra is elgondolkodtatott, és tovább gondolkodásra késztetett, amikor mondtam, hogy még van kérdés. És rám nézett, mosolygott, és azt mondta, hogy honnan jön a kérdésed? Hát ez valami áramütésszerűen ért, nem kaptam levegőt, mivel hogy nekem teljesen nyilvánvaló volt, hogy én a papíról fel fogom olvasni a kérdést. És azt kérdezte, a szívedből jön, vagy a papírról? Nem sokat mondott ez akkor nekem, viszont utólag elkezdett dolgozni bennem, és kiderült, hogy hol a tévedés. Racionalitás, az okosság, az okoskodás nem visz sehová. És ezt így lassan kellett megértenem, hogy addig, amíg nem közeledek egy bizonyos nyitottsággal, nyitott szívvel, minimum nyitott szívvel, egy tanítóhoz, egy tanhoz, vagy hasonló módon nem tudom megközelíteni ezt, nem tudom beengedni, befogadni, nem vagyok felkészülve erre, addig csak a papírról jönnek a kérdések, és nincs értékük. Látszólag
nagyon szépek, okosak, de ez a nyugati ember tulajdonsága, hogy nagyon mindent racionálitással akar lerendezni. Ma nagyon jó lehetőségeink vannak információt beszerezni. Ószról leveszünk egy kis tibeti buddhizmust, kis halottas könyvet, kis hinduizmust, amit akarsz, mindent. Összegyúrjuk, és akkor lesz az érdekes állapot, amit Csongrád Szonim úgy nevez, hogy szellemi gyomorrontás. No, hát ezt is érdekes tovább gondolni, hogy mi az, hogy gyomorrontás. Hát valami átvonul rajtunk így, és nem marad semmi. Ez a legnagyobb probléma. Hát na, így vonul át rajtunk az okosságunk, az okoskodásunk, a tudatunk, a racionalitásunk, és a racionalitással megközelíteni próbált nem racionális problémák. Hát itt racionalitásról az ember legalábbis mostanig tapasztaltam, azok alapján nem, nincs szó. Tehát el kéne felejtsük a racionalitásunkat. Rendben, még mondanék egy érdekes sztorit, amikor úgy maradtam mind a fogorvosnál, itt úgy mondják felénk. Az eredeti fénytemplom másik szerzetese, Dokhe Szunyimnak nevezik, behívott egy magánbeszélgetésre, egy interjúra. És elkezdtünk beszélni a társadalmunk, a létünk motiváltságáról, motivációjáról. Tehát én nagyon racionálisan, értelmesen elkezdtem mesélni neki, hogy a mai társadalom ez félelemmel motivált társadalom. Már az óvodától félelemmel motiváljuk az emberkét, továbbra is félelemmel, és a halálos ágyán is félelemmel távozik. Fél az ismeretlentől, és fél attól, hogy mi lesz. Úgy mondtam neki, hogy ez a társadalom félelemre van kihegyezve. És nem tudtam tovább mondani, mert egy olyan, képletesen mondom, orbaütést kaptam, ami úgy hangzott el, hogy te vagy félelemre kihegyezve. Te vagy félelemre kihegyezve. És az a félelem motivál. És azt projektálod, azt próbálod rá magyarázni a környezetedre. Lehet, hogy igaz, amit mondtam valamilyen szinten, de az, amivel ő szembesített, az annak olyan hatása volt, ugyancsak, mintha belenyúltam volna a hangyabolyba, vagy valami hasonló. Szóval azt akartam, hogy egy pár történetet mondjak el, ahogy nem túl rég elkezdett zen gyakorlásom fejlődik, halad, és még mondanék egy-két dolgot, ahogy a környezetemben ez megnyilvánul, vagy ahogy a nem gyakorló, nem is érdeklődő ismerőseim körében ez meg tud nyilvánulni. Van egy nagyon kedves ismerősöm, barátom, sokkal idősebb, mint én. Egy nagyon okos ember, tanár, és egy olyan válsághelyzetbe jutott, igazából semmi különös betegséget én nem tudok vele kapcsolatban, de már eljutott oda, hogy megírta a végrendeletét. Kényszerből persze, úgy érezte, meg kell írni a végrendeletét. Persze nem jött el még a távozás ideje, és utána mesélte, hogy na, nézd meg, megírtam a végrendeletemet. Még a te könyveidbe is beletettem a könyvjelzőt, hogy ezt neked vissza kell adni. Hihetetlen tudása van az embernek, történész, és megkérdeztem tőle, hogy és az a sok tudás, amit te felhalmoztál, mit segített rajtad abban a pillanatban, amikor te meg kellett írd a végrendeletedet? Vetted észre, hogy igazából a félelmeden kívül és a két üres kezeden kívül semmit nincs? Nem akartam tovább folytatni ezt a dolgot, mert nem is gyakorol, nincs is felkészülve ilyen kérdésekre, de ezt azért úgy megpróbáltam elmondani neki.
Egy picit gondolkodott, egy picit összezavarodott, utána meg azt mondta, te mégis nem gondolod, hogy ez a zen gyakorlás, ez egy agymosás? És ahogy átvillant rajtam a válasz, nagyon megkönnyebbültem. És én azt válaszoltam neki, hogy de igen, agymosás. Agymosás, de több annál. Egyebet is mosunk. Karmánkat próbáljuk egy picikét tisztítani, picikét közelebb kerülni a működésünk törvényeihez. Még annyit akarok elmondani, hogy még egyszer megismétlem, hogy létezik ez a Székelyudvarhelyi Zenközösség. Facebookon így találtok rá, Székelyudvarhelyi Zenközösség. Mindenkit szeretettel várunk, érdeklődőket. És jó utat kívánok mindenkinek önmagához. Köszönöm szépen!